János, ha veled általában beszélgetünk, akkor mindig valami kulturális és egyéb rendezvény. Most viszont a hétfőben vagyunk, de a kettő nem zárja ki egymást. Miért? Sőt, a kettő erősíti egymást. Van két bejáratot bent a városba, a Kultúrkafé 48 egyrészt, másrészt pedig egy gyönyörű helyszín a hídfő, ahol most állunk. És április 14-én csütörtökön kinyílik ez a kert helység hosszú idő óta, és a Kultúrkafé 48 közreműködésével, irányításával egy új közösségi tere lesz a városnak, ahol zenei, családi, irodalmi programok sokaságával igyekszünk megteremteni egy olyan fajta közeget itt a város kellős közepén, ahol kicsit a természetben vagyunk, folyik a víz mellettünk, kacsák úsznak meg hasonlók, és folyamatosan hétvégente programokkal várjuk a kedves vendégeket. Ugye hát általában ez egy vendéglátó helység, de hogy tudjátok kialakítani, hogy ez a program létre tudjon jönni? Remek szögbe állunk. Most egy picikét így megvoltunk, mögöttünk van ez a gyönyörű fa. Most még alapvetően folynak az előkészületek, de ebből össze fogunk rakni egy ilyen kis színpadot. Egy olyan színpadot, ami egyrészt a művészeké, a fellépőké lesz, de kicsit mindenkié lesz. Lesz a dolognak egy törzse, ugye a közösséget építeni oszlopokra lehet. Megkerestük azokat az embereket a városban, akik a kulturális termékeket gyártanak, zenélnek, irodalommal foglalkoznak, és ezekre az oszlopokra szeretnénk mi egy közösséget felépíteni. Mivel hogy a városban vagyunk, és nem szeretnénk a környékben időket zavarni, ezért csak akusztikus dologban, megnyilvánulásokban gondolkodunk, de gondoljunk bele, hogy akusztikus dolgokban azért hatalmas dolgokat lehet csinálni. Egy szál gitár például csodákra képes. És itt a mögöttem lévő kis közösségi színpadunkon hétvégente mindig föllépnek azok az arcok, akik Gulán amúgy is zenéléssel foglalkoznak. Mindjárt a nyitó estünk egyébként 14-én valamennyire irányba fogja ezt a dolgot helyezni. Baracsi Pisti fog fellépni, aki a Perna Heider Campbellnek a frontembere, de mert a gyerekműsora is van, tehát egy igazi oszlopnak tekinthetjük. Van két lány, Peres Vivi és Bíró Mesi, akik most Chained néven egy formációt raktak össze, ők is gitároznak és énekelnek, ők is fellépnek hétvégén, és ezek az arcok egyébként rendszeresen fel fognak tűnni majd később is a nyár folyamán, valamint nem csak ők, hanem minden olyan gyulai művész, akinek vannak akusztikus formációi. Ezen belül pedig családi, irodalmi programokat is tervezünk, szintén nyári, májusi hétvégéken. Valahol hiszem, hogy ebből akár tényleg egy kulturális alapokon nyugvó közösség is lehet, hiszen a Kultúrkafé 48 valahol mindig valami ilyesmit szeretett volna. Az a tervünk például, hogy itt mindenki megmutathassa magát. Vagyis, hogyha később kiírunk majd pályázatot, hogy egy kis mini zenés produkciókkal lehet majd pályázni, egy dolog lesz a kitétel, hogy akusztikusan lehessen megszólalni, és hogy a mögöttem álló kis színpadszerűségen elférjen a produkció, és ezek közül fogunk mindig válogatni, és akár Baracsi Pistivel együtt, akár a Csénezes lányokkal együtt, akár bármelyik másik fellépővel közösen felléphetnek majd azok, akik elég bátrak ahhoz, hogy benyújtsák ezt a kis pályázatszerűséget. Így végül is azt kell mondjam, hogy kis jó szándék, a kis akarattal bárki tulajdonképpen fellépője lehet ennek az új közösségnek. Vagyis folyamatosan programok lesznek, és a programokon belül pedig a zenén kívül még irodalom, talán még a képzőművészet sem teljesen lehetetlen, hiszen ez a tér tulajdonképpen kínálja magát akár képzőművészeti alkotások kihelyezésére is, akár egy ismeretterjesztő előadásra is tökéletesen alkalmas, de egy könyvbemutatóra, író-olvasó találkozóra mindenképpen, és ne felejtsük el a gyerekeket, családokat, kézműveskedéssel, hasonlókkal. Tehát tényleg az lesz a lényege a dolognak, hogy természetesen egy korsó sör vagy egy kávé mellett, vagy anélkül is bármikor folyamatosan programok legyenek itt nálunk.